Érdekelnek a számrendszerek? Érdekel, hogy működnek és miért úgy? Kíváncsi vagy pár érdekességre? Ha igen, akkor ebben a videóban jó eséllyel találhatsz hasznos információkat. A videóban először is tisztázzuk a számrendszerek működési elvét, logikáját és a számrendszerek közti átváltást. Aztán megtudhatsz sok hasznos infót és érdekességet a kettes, majd egyéb számrendszerekről. Manapság a számokat helyi értékes számírással írjuk fel. Ennek alapja a mennyiségek valahányasával való csoportosítása. Ez a kitüntetett szám a számrendszer alapszáma, a hétköznapi gyakorlatban például a 10. A számban a helyi értékek rendre az alapszámnak, legyen ez most n, a hatványai. Hátról előrefele, jobbról balra haladva, az egyesek n a nulladikon, az n-esek n az elsőn, majd n a másodikon, n a harmadikon, és így tovább. Például 3, 6, 4, 5, 7-es számrendszerben, ami 3x7 a harmadikon, meg 6x7 a másodikon, meg 4x7 az elsőn, meg 5. Tudjuk, hogy kitüntetett számrendszer a 10-es, hiszen a mindennapokban ezt használjuk. Viszont ha az életben szükségünk lenne rá, például informatikával, matematikával szeretnénk foglalkozni, vagy valamilyen perverzió folytán szórakoztatónak találjuk, hasznos lehet tudnunk számrendszereket átváltani is. Ha valaki érti a számrendszerek működési elvét, akkor ez nem túl bonyolult. 10-es számrendszerbe való váltás során az alapszám helyi értékeiből, hatványaiból meghatározzuk a valódi értékeket és képezzük az összegüket. Tekintsük példának a 3, 6, 4, 5, 7-es számrendszerben egyenlő 3x7 a harmadikon, meg 6x7 a másodikon, meg 4x7, meg 5 egyenlő 1356-ot. Visszafelé, 10-esből n-es számrendszerbe váltva először meg kell keresnünk az alapszám azon legnagyobb hatványát, amely még kisebb az átírandó számnál. Például tekintsük 1356-ot átírva 6-os számrendszerben. Látható, hogy itt ez a hatvány, a 64-en, azaz 1296. Az átváltandó számot ezután leosztjuk ezzel a legnagyobb hatvánnyal, amely még kisebb nála, azaz a példánknál 1356 osztva 1296-tal, egyenlő 1, maradék a 60. Majd a maradékokat egyre kisebb hatványokkal osztva megkapjuk az új számrendszerbeli számjegyeket. Ezeket sorba leírva 1356 egyenlő 1, 0, 1, 4, 0, 6-os számrendszerben, amit nem szabad 10.140-nek olvasni. A kettes számrendszer, vagy bináris számrendszer, olyan helyi értékjelölő számrendszer, ami két számjeggyel ábrázolja a számokat az arab számírásban, a nulla és egyes jegyekkel. Mivel digitális áramkörökben a számrendszerek közül a kettest a legegyszerűbb megvalósítani, a modern számítógépekben és gyakorlatilag bármely olyan elektronikus eszközben, amely valamilyen számításokat végez, szinte kivétel nélkül ezt használják. A gyakorlatban az átváltást egy egyszerű, nagyon mechanikus módon lehet elvégezni. Írjuk fel a számot egy függőleges vonal bal oldalára, ha a szám páratlan, írjunk mellé a vonal túloldalára egyet, alá a számnál egyel kisebb páros szám felét. Ha a szám páros, írjunk mellé a vonal túloldalára nullát, alá pedig a szám felét. Ismételjük meg az előző két lépést a legalsó baloldali számmal mindaddig, amíg az nullánvá nem válik. Tovább nincs értelme, mert mindig nulla marad. Ezután alulról felfelé haladva, a jobboldali számjegyeket írjuk egymás mellé balról jobbra haladva. A kapott szám a kettes számrendszer belé alakja a legelőször felírt számnak. Az alább... Biztos gondolkodtatok már azon, hogy miért pont 10 és miért nem valami más szám az alapja a számrendszernek, ami a világon a legelterjedtebb. Nos, a válasz elég egyszerű. Azért, mert 10 új van a kezünkön. Régen, amikor elkezdtünk számolni, még nem voltunk olyan jók benne, mint most. Éppen ezért a kezeinket használtuk, hogy boldoguljunk a számolással, és mivel a kezeinken csak 10 új van, ezért 10-es alap bizonyult a legmegfelelőbbnek számolásainkhoz, de például a trópusi kultúrák nyelvében a 20-as alapút használták, mivel nem hordtak cipőt, így a lábujjaikat is tudták használni számoláshoz. Érdekesség, hogy néhány nyelv, például angol és a német, a 11-et és 12-t megkülönbözteti, 11-12, vagy 11-12. Ez arra utal, hogy ezek a nyelvek régen 12-es számrendszert használtak. Habár a számrendszerek között a 2-es és a 10-es a legelterjedtebb, ezek mellett rendszeresen alkalmazzuk a 16-os számrendszert is. A 16-os számrendszer érdekessége, hogy a számrendszer alapja a 16-os szám, egyenlő 2/4-ennel, ami azt jelenti, hogy egy hexadecimális szám éppen 4 bitet képvisel, ezért gyakran alkalmazzák az informatikában,
mivel hosszú bináris számsorokat negyedére tud rövidíteni. A számrendszer másik fontos használati területe a HTML színkód, ahol egy 6-jegyű hexadecimális szám adja meg a 6 paraméterét az adott színnek.